Újra napirenden a nyugdíjrendszer reformja. Románia a következő 5 évre szóló országos helyreállítási és rugalmassági tervben külön fejezetet szentel a nyugdíjrendszer fenntarthatóvá tételének. Az ennek érdekében kigondolt első lépések már jövő évtől érvénybe léphetnek. A nyugdíjreform más, ugyancsak elsőrendű fontossággal bíró területek reformja mellett immár több mint 3 évtizede folyamatosan terítéken van. De hatékony és méltányos megoldás nem született. A nyugdíjak továbbra is kicsik, alig biztosítanak megélhetést az idősek zömének. A közbeszéd pedig évek óta arra koncentrál, hogy a lakosság előregedőben egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb a nyugdíjakra fordítandó pénz. Most a kormány és a parlament újabb lépésekkel készül a nyugdíjrendszer foltozására. A tavaly hosszas egyeztetések után elfogadott európai helyreállítási és rugalmassági tervben a kormány külön fejezetben tárgyalja a nyugdíjak aggasztó kérdését. A dokumentum számokat is tartalmaz. Leszögezi, hogy a következő közel 50 évben a GDP, azaz a bruttó hazai össztermék legfeljebb 9,4%-a fordítható nyugdíjakra. A rendszer fenntarthatóságát pedig ennek tükrében becsüli fel. Într-adevăr, în Planul Național pentru Reformă și Reziliență, PNRR, e pusă reforma pensiilor. De altfel, nu numai în planul românesc, ci în alte planuri, de exemplu, Italia, Germania, Spania și așa mai departe. Sunt patru chestiuni care merită a fi subliniate în ceea ce privește reforma pensiilor din PNRR. Unul e locul unde e plasat în cuprinsul PNRR-ului. Al doilea e formula de calcul, unde sunt discuții substanțiale. Trei e creșterea vârstei de pensionare. Și patru este pilonul 2. Aceste patru chestiuni sunt fundamentale. În ceea ce privește plasarea în PNRR, aici sunt trei observații de făcut. Odată, inadecvarea plasării. El e pus la capitolul reformă fiscală, reforma pensiilor, deci e legat de sustenabilitatea fiscală. E oarecum o logică inversă. Adică, în loc să decizi, pentru că pensia e o chestiune socială, societatea decide să dea o parte din venitul pe care îl obține unor oameni care nu mai muncesc. E o chestiune de solidaritate, de nivel de solidaritate. Ori în momentul în care logica normală ar fi să decizi asupra nivelului de solidaritate, adică cât de decente să fie pensiile, și după aceea cu alte instrumente să faci consolidarea fiscală, sustenabilitatea financiară. Ori PNRR-ul face lucrurile pe dos, într-o logică inversă. A helyreállítási terv szellemében meg is született az első javaslat a nyugdíjkorhatár emelésére. A kormány által elfogadott tervezet szerint a korhatár opcionálisan, tehát az érintettek kérésére 70 éves korig kitolható. Csak 70? Nem lehet egy kicsit tovább, mondjuk 80-ra? Hát... Nem lenne... Észszerű. Hát, egyelőre úgy van, hogy az opcionális. Hát de azért mondom, én azt mondom, hagyják hogy... az opcionálist, és legyen a rendes. Én a inkább világban. Azt mondom, ha már emelik, akkor emeljék úgy, hogy direkt a gyárból vigyék az embert a temetőbe. Hát minek még ott ne egy pár napot? Hát nem? Hát, viccel. Persze, hogy viccel, mert ez... Szóval... Tessék? Igen. A hivatalos indoklás szerint a nyugdíjkorhatár kitolása egyrészt az átlag életkor növekedése miatt válhat szükségessé, másrészt pedig a munkához való jogot az alkotmány is előírja, tehát az nem korlátozható. Ha előbb a nyugdíjkorhatárt nézzük, akkor arról van szó, hogy az embereknek az utóbbi időben ugye a várható élettartam is megnőtt.
Pillanatnyilag a nők esetében 61 éves, illetve 61,9 és 9 hónap a nyugdíjazási korhatár, férfiak esetében pedig a 65 év. És a várható élettartam is megnőtt a férfiak, illetve a nők esetében. Az igaz, hogy nem lehet az európai, tehát a nyugat-európaiakhoz mérni, hiszen csak arra gondolunk, hogy a várható élettartam a nők esetében nyugati országokban 84 év körül van, a férfiaké 79, addig nálunk ez még mindig csak 72, illetve 78-79, de akkor is ez tulajdonképpen nőtt. Másfelől pedig azt, hogy elég komoly munkaerő hiánnyal küszködik az ország, végül pedig azt, hogy az embereknek a jó része, a munkavállalóknak a jó része is szeretne tovább dolgozni, szeretne tovább aktív maradni. És ezért jött ez a fajta módosítás, hogy opcionálisan, tehát itt nem kötelezőségről van szó pillanatnyilag, lehessen tovább maradni, aktív maradni a munkaterületen. Povestea asta cu ridicarea pensii, ridicarea vârstei de pensionare, iarăși nu e numai o chestie românească. Mai interesant că aici în PNRR e falsă această opțiune pe care e pusă, că e voluntară. E voluntar obligatorie, de fapt. Pentru că în PNRR se prevăd două tipuri de stimulente, de fapt de distimulente și stimulente. Eu se prevăd a se introduce stimulente pentru a ieși mai târziu la pensie și să fie descurajate pensionările anticipate. Asta ce înseamnă? Că dacă tu ieși la pensie normal, să zicem la vârsta de 65 de ani, acum femeile la mai devreme evoluează și la femei, vei avea o pensie indecentă, cum spun eu, de mică sau mică. Și atunci, chiar dacă tu ai opțiunea asta pentru 70 de ani, nu mai e voluntară. Ca să ai o pensie ca lumea, trebuie să ieși la 70 de ani, sau cel puțin în viitor. Jelenleg sokan kérik a korhatár előtti nyugdíjazást. Ennek hátterében legtöbbször a munkahely elvesztése miatti félelem, illetve az egészségügyi állapot romlása áll. Hogy egy példát is említsünk. Kovászna megyében a nyugdíjba vonulók zöme a törvény által előírt korhatár előtt kéri nyugdíjazását. A vârsta medie de pensionare este de 62 de ani. Și aceasta ca urmare a faptului că o pondere importantă o dețin și cererile de pensionare pentru pensie anticipată și anticipată parțială, ceea ce reduce vârsta cu 5 ani de zile. De aceea este așa jos la o medie de 62. Pe de altă parte, foarte multă lume alege să lucreze, astfel că avem în evidență 1400 de persoane care și-au continuat activitatea după ce au ieșit la pensie. Procentuala asta e doar un 3%, dar sunt persoane care efectiv se simt în stare și doresc să lucreze în continuare. Hány éves jelenleg? 68. És hogyha még mindig dolgozna, az milyen lenne? Nem a legjobb. Nem a legjobb. Hogy érzi, hogy a ledolgozott munkaévek után az a nyugdíj, amit kap, az mire elég? Hát éppen, hogy élünk. Tetszik tudni, mennyit adnak, annyit fogadunk el. Úgyhogy kevés, nem ebbe kell osztani, de na, úgyhogy kevés. Amit adtak most is emelést, az árak úgy megdrágultak minden részen, hogy valamitől meg kell húzzuk, mert na, nagyon nehéz a... Na, de úgy húzzuk a... poklócot, ahogy értenszik-e tudni. Hogy érzi, hogyha 70 éves koráig kellett volna dolgozzon, akkor az milyen lett? Hát, ha az ember egészséges, akkor bírja, de amikor az embernek valami komplikációk vannak, akkor nehezebb 70 éves korig kihúzni a nyugdíjt. A pensia medie este undeva pe la 1622 de lei. La sfârșitul anului a fost 1475, aceasta fiind doar o pensie din asigurări sociale.
dar ca urmare a creșterii valorii punctului de pensie s-a majorat la această medie de 1622, iar un număr mare de pensionari se încadrează în valoarea, în tranșa de 800-1200 de lei pensia. Cam acolo sunt cei mai mulți pensionari. Deci cam în jur de 800 ar fi pensia. 800 mai mic, 1200 mai mare. A kormány tervezete szerint, amely a parlamentben némileg módosult, a korhatáros nyugdíj nem halmozható állami bérekkel. Azaz annak, aki a nyugdíjkorhatár elérése után is a közszférában szeretne tevékenykedni, választania kell majd. Vagy otthon marad és megkapja a nyugdíját, vagy állami bérért dolgozik tovább. Vannak olyanok, akik 45 éves korukban nyugdíjba mentek, de tovább dolgoznak. Illetve hát az idősebbek esetében pedig nem jöhetnek az újak, akik fiatalok és átveszik esetleg a helyüket. Éppen ezért jött a törvény azzal a javaslattal, hogy rendben van, maradhat, az állami szektorban maradhat, de akkor döntenie kell, hogy a fizetését vagy a nyugdíját, tehát hogy a nyugdíjátról le kell mondjon arra az időre. Ez nem jelenti azt, hogy a fizetéséből tovább a nyugdíjjáruléka nem megy, és amikor majd 2-3-4, amikor majd ugye nyugdíjba vonul, akkor nem fog kapni egy nagyobb nyugdíjat, hiszen ő hozzájárult az alatt az évek alatt. Na most ez alól éreztük azt, vagy érezte azt a törvényhozó, hogy fontos egy-két kivételt tenni azokkal, akikre nagy szüksége van az állami szektornak, mint például a tanárok, vagy ugye a fogyatékkal élőket ellátó személyi gondozók. Ez a nyugdíjtörvény nem veszi el a nyugdíjhoz való jogot, és nem veszi el a nyugdíj, tehát szó sincs arról, hogy megkurtítaná a törvény az ő jogait. Itt csupán arról van szó, hogy ha ő dolgozni szeretne tovább az állami szektorban, akkor abban az esetben a nyugdíjáról le kell mondania, de azért a nyugdíjhoz való joga továbbra is megmarad. Ellenben, hogyha nyugdíjazta magát az állami szektorból, akkor jó nyugodtan elmehet a magánszektorba dolgozni. Az nincs, abban nincs megkötve semmiképpen a kezed. A piaca munce intre și instituțiile publice, nu numai instituțiile, nu numai firmele private. Din moment ce orice organizație publică sau privată are nevoie de un om calificat care să aducă o plus valoare, îl angajează și evident că nu e nevoie de această discriminare. Problema e că la noi se fac multe abuzuri. Și atunci, sigur că sunt angajați oameni care ies la pensie și, pe urmă, primesc un fel de sinecură. Iar pe de altă parte, există și o anumită categorie de oameni care pot să iasă la pensie foarte la vârste fragile, 40 de ani, și se duc și muncesc în continuare. Asta nu e regulă, dar se poate reglementa. Dar, în principiu, nu văd niciun motiv să faci această discriminare. Adică, dacă decizi că poate sau nu poate lucra, trebuie să iei pentru tot sectorul, și public și privat. Aici există o mare confuzie că sectorul public e parazit, într-un fel, și trăiește pe seama banilor produși de sectorul privat. E ca și cum un diplomat, de exemplu, nu produce nimic. Adică ieri sau alaltăieri, ministrul Aurescu a dat un interviu la CNN. Ăla are valoare sau nu are valoare? Eu zic că are. Și atunci ce faci? Când asta e într-adevăr, nici nu pot să spun că e trist. E pur și simplu neprofesional din punct de vedere al abordării economice. Az állami nyugdíjrendszer elvben a hozzájárulásokra épül, de ezek összege nem elegendő a nyugdíjak folyósítására.
Külön kérdés az úgynevezett speciális nyugdíjak problémája, amelyeket a központi költségvetésből, tehát nem a hozzájárulásokból fedeznek. Arról nem is szólva, hogy több olyan jövedelemkategória van, amely után nem kell nyugdíjalapot fizetni. És az is tény, hogy országos szinten alig 70%-os az úgymond kötelező hozzájárulások begyűjtési aránya. Kovászna megyében még ennél is jóval alacsonyabb. Referitor la populația activă n-am avut iarăși date foarte exacte, dar apreciem că e undeva între 40-45%. Probabil restul se regăsesc, știu eu, în categoria tinerilor inactivi, în agricultură, probabil în afara țării și alte categorii. Și asta ce înseamnă? Adică înseamnă că jumătate din populația activă cotizează? Da. Și da. Asta înseamnă că e... Înseamnă un procent care ar putea fi îmbunătățit. Hát ez mindig egy nagy kérdés, hogy a nyugdíj alapot hogyan lehetne ugye növelni, tehát hogy azt a pénzalapot, amiből a nyugdíjakat fedezik. És hát természetes, hogy ez a kérdés is állandóan napirenden van. Szó volt arról például, ugye, ahogy ön is említette, hogy az osztalékok esetleg ugyancsak, de ha például az osztalékra gondolunk, akkor az már egy igazából egy már megadózott, hiszen azt valaki létrehozta azt az alapot, azt a pénzt, tehát arra már befizettek ilyenszerű adókat, vagy hozzájárulásokat. Még egyszer azért elég furcsa lenne még egyszer hát járulékot kérni, vagy kivetni rá. Az biztos, hogy a foglalkoztatás területén van nagyon sok olyan helyzet, ugye, hogy a szürke zónában tevékenykedik az illető, és esetleg azon kell gondolkozni, és kell dolgozni azon, hogy ezeket úgy mondta, hogy szokták kifehéríteni, hogy ők ténylegesen törvényesen legyenek alkalmazva és fizessenek járulékot. Noi avem o mare problemă pentru că media lumea e îngrijorată că raportul între lucrători și pensionari se va face 2-1 în 2050. Asta vorbesc per ansamblu, nu e. Noi nu avem această îngrijorare, pentru că acum e 4-1. Noi nu avem această îngrijorare că noi avem 1,1 acum. Deci e cumplit, adică sunt 1,5 milioane de oameni care lucrează la negru, deci nu plătesc nimic, în afară de derogări și facilități pentru asta. Asta ar fi și soluția de negociere, cum se spune acum, de optimizare, nu de renegociere a PNRR-ului, ca guvernul României să vină cu o reformă fiscală care să permită sustenabilitatea fiscală, nu pe seama pensiei, ci prin eliminarea derogărilor, facilităților, chiar și impozit progresiv. A sorozatos és folyamatos nyugdíjreform fontos állomása volt 2007, amikor bevezették az úgynevezett második pillért, ami azt jelentette, hogy a dolgozók által fizetett hozzájárulások egy részét, jelenleg 3,75%-át nem az állami alapba, hanem magánalapokba utalják, amelyek befektetésekkel gazdálkodnak az összeggel, hogy majd kiegészítő nyugdíj formájában azokat visszajuttassák a befizetőknek. A mostani elképzelések mentén a magánalapokhoz való hozzájárulás a következő időszakban tovább nőne, hogy a népességfogyás, vagyis az aktív lakosság csökkenése esetén is az idősek létszükségletei biztosítva legyenek. Puțină lume înțelege că valoarea banilor se schimbă în timp. Și revenind acum la pensii, există sentimentul că dacă ai pensia privată sau ai contul ăla al tău, sunt banii tăi acolo și vei primi, mă rog, cu randamentul respectiv la pensie.
Or, indiferent care e operatorul care transferă partea din venit a oamenilor activi către pensii, deci nu are nicio importanță dacă e casa de pensii publică sau un operator privat sau oricine altcineva. Asociația face, Comitetul Olimpic Internațional face treaba asta. Nu are absolut importanță cine face transferul ăsta. Banii de pensii nu sunt legați de contul ăla ca referință, dar ei vin din contribuțiile la ora respectivă. Da. Și aici e mitul pensiei private. Pentru că pensia privată nu rezolvă, se spune că pensia privată rezolvă, adică pilonul 2, rezolvă problema deteriorării demografice, în schimbării piramidei demografice. Nu vor mai fi suficienți oameni ca să plătească pensionarii. Dacă nu sunt, adică dacă banii nu vor intra la operatorul care face transfer, nu va avea de unde să iau. Ei, și aici e legat de faptul că lumea crede că va primi banii care sunt în contul ăla. Acolo în contul ăla e o cifră. Dar cifra aia nu se transformă în puterea de cumpărare a pensiei. Újból csak azt hangsúlyoznám, hogy a nyugdíjra akár politikusnak, akár vezetőnek, akár a nyugdíjasnak is tulajdonképpen úgy kell tekintenie, mint amiért megdolgozott. Tehát nem könyöradomány, hanem egy szerzett jog. És abban a helyzetben, aki többel járult hozzá, a munkája, az aktivitása alapján, az természetes, hogy többet kap vissza. Aki kevesebben járult hozzá, az kevesebben jár. Ezt az emberek megértik, mert teljesen természetes, hogyha többet adtam, akkor többet is kapjak vissza. Ez egy ilyenszerű rendszer. És itt még egy nagyon fontos megjegyzés, hogy a nyugdíjpénztár, az állam, aki kezeli ezt az alapot, az mindig úgy tekintsen arra a nyugdíj alapra, hogy az nem az övé, az az embereké, az az emberek adták össze. Neki hűen kell ezt kezelnie, és hűségesen kell ezt tulajdonképpen visszaosztania a következő generációkra. Hogyha ez koncepció szerint, tehát ténylegesen felfogásilag beleivódik úgy az emberek, mint a vezetőknek a tudatába, akkor én hiszem azt, hogy lehet igazságosan, tisztességesen nyugdíjrendszert reformálni, és egy akár fenntartható nyugdíj alapot is működtetni. Noi decidem ca societate cât vrem din ceea ce obținem noi prin munca activă să oferim celor care nu mai pot de fapt să muncească, de aia sunt la pensie. Pentru a asigura această solidaritate, îți trebuie niște surse, adică cum iei banii pe care îi câștigi și îi muți spre cei care nu mai poate să câștige nimic. Și sigur că la noi acești bani sunt foarte puțini, indiferent de acel 9,4. Pentru că la noi, de fapt, fondul de pensii e în deficit și se dă de la fondul mare, adică de la bugetul mare, de la bugetul consolidat. Deci un foarte pe scurt, e o decizie care se poate face, de fapt, și prin referendum. E o temă de referendum. Cât vor cetățenii României să dea pensionarilor din ceea ce obțin.